Országosan is egyedülálló módon 15 szervezet fogott össze, hogy 20 helyszínen mintegy 60 programmal várja a látogatókat, Székesfehérváron, Pákozdon és Fehérvárcsurgon. A múzeumok minden korosztály számára értékes és érdekes kikapcsolódást kínáltak. Éjszakában nyúlóan nyitva tartott szombaton minden kulturális és több közintézmény is. Este pedig a Szent Iván éjszakai hagyománynak, a tűzugrásnak hódoltak a fiatalok. Az eredmény pedig érzékelhető volt, hiszen a város megtelt a kultúrturistákkal és a szórakozni vágyó családokkal. A Szabadnőrzés házában ott a kültéri rendezvényeket több mint 2000-en nézték. Smohai András, a program koordinátora, ma végezte el a múzeumok éjszakájának számvetését, és kiderült, a tavainál lényegesen többen járták végig a város és a környék múzeumait. A nemrég összesített látogatási adatok szerint több mint 4000 látogató regisztrált, illetve vásárolt karszalagot, ami a tavalyi 3000 körüli látogatottsághoz képest jelentős előrelépés, jelentős növekedés. Ez valószínűleg annak is betudható, hogy idén a budapesti és vidéki rendezvények külön napra kerültek, nagyon szerencsésen, és valószínűleg több budapesti látogató tudott Székesfehérvár lejön, és majd természetesen több székesfehérvári tud elmenni a budapesti rendezvényekre is. A bevételből olyan hátrányos helyzetű gyermekeket támogatnak majd, akiknek egyébként esélyük sem lenne kulturális programokon való részvételre. De még nincs vége a nyári múzeumi akcióknak, hiszen minden intézmény arra törekszik, hogy minél többeknek mutassák be kincseiket. Az Egyházmegyei Múzeum például őszig ingyenesen látogatható.